Kevés a logopédus. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindössze 15 logopédus dolgozik, ennél többre lenne szükség. Egyrészt az óvodákban, iskolákban kellene a szakember, de bizonyos munkakörökben is elvárt a tiszta beszéd. A KSH adatai szerint 2015-ben 78 ezer gyereknek volt szüksége beszédjavításra, ebből 52 ezer óvodáskorú volt. Tavaly december végén megjelent egy törvényrendelet, ami bevezeti a 3 éves korosztály kötelező szűrését. Eddig az óvodákban 5 éves kortól foglalkozott logopédus a gyerekekkel. A beszéd javítása az iskoláskor előtt elengedhetetlen, ha a gyereknek arra szüksége van, hiszen a hangok tiszta kiejtése az olvasás és írás tanulásnál lényeges. Gyermekkorban jellemző a pösszeség, a szakma ezt artikulációs problémának hívja. Kisgyerekkorban a gyerek figyeli édesanyja szájmozgását, utánozza a hangok, a szavak kiejtését, ezen alapszik a beszédtanulás. Egyébként megfigyelték, hogy a 60-as évek képest sokkal gyorsabb a felnőttek beszédtempója, nehezebben követhető a gyerek számára a nyelv, a beszéd, a hangok és a kiejtés is. A logopédusok azt tapasztalják, egyre több gyereknek van szüksége terápiára és gyakorlásra. A logopédiai terápia sikerességét viszont nagy mértékben meghatározza az is, hogy a szülők foglalkoznak-e a gyerekkel, mert hogy 10-15 perc napi gyakorlás már eredményes lehet. Ma már nem ritka az sem, hogy bizonyos szakmákban elvárják a tiszta beszédet, érthető kiejtést és megfelelő beszédtempót. Nem minden, már rögzült beszédhiba orvosolható, de alakítható a beszéd felnőtt korban is. Kovásnyi Rubocki Rita, logopédus a vendégünk, úgyis, mint a megyei pedagógiai szakszolgálat főigazgató helyettese. Jó estét kívánok! Köszöntöm. Jó estét kívánok! Minek a számlájára írható ez a szakember hiány? Egész egyszerűen a törvényi változások, a törvényi megszabta feladatok megszaporodása miatt, vagy valóban több a beszédhibás gyerek? Először is azzal kezdeném, hogy a megyében a pedagógiai szakszolgálatban 48 logopédus dolgozik. Minden járásban van ugye pedagógiai szakszolgálat, és ott a logopédusoknak a törvény által előírt logopédiai ellátás területén több feladatot kell végezniük. Az egyik ezek közül az 5 éves gyermekek szűrése. Ez kötelező törvény által előírt feladatunk. Erre központilag létezik egy szűrőeljárás, a szó lesz szűrőeljárás, amivel az 5 éves gyerekeket szűrjük. Nagyságrendileg körülbelül egy olyan 2500 főre tehető az 5 éves gyerekek száma így a megyében, amit úgy szűrni szoktunk egy-egy alkalommal. Ez körülbelül 1-1,5 hónapot vesz igénybe. Május-június hónapba és szeptemberbe szoktuk még ezeket a szűréseket elvégezni. Ezekre a szűrésekre épülnek rá a következő logopédiai vizsgálatok, attól függően, hogy a gyermek beszédállapota ezt megkívánja-e. Általában a gyerekek hány százalékánál szűrnek ki valamilyen beszédhibát? Ez valóban tapasztalható, hogy egyre több gyereknél tapasztalunk beszédhibát, vagy nyelvfejlődési elmaradást, és ez a szűrővizsgálat még az olvasás, írás előkészültségét is pontosan tudja felmérni, ezért prevenciós jellege is van. Azért fontos ez az 5 éves gyerekek szűrése, mert még akkor is 1 éve van arra a logopédusnak, hogy ezeket a hátrányokat kompenzálja. Vannak olyan esetek, amikor olyan súlyos a gyermek artikulációs zavar, olyan súlyos artikulációs zavarra küzd, hogy erre nem elég az 1 év. A terápiának az intenzitása a törvény által előírtheti 2 alkalmat, mivel ennyire kevés szakember van, ezt nem minden alkalommal tudjuk biztosítani. Van tulajdonképpen 1-2 alkalmat adunk a gyermekeknek, attól függően, hogy milyen súlyos zavarra küzdenek. Azt azért tudni kell, hogy tehát a népesség fogy, egyre kevesebb gyerek születik, és mégis azt tapasztaljuk, hogy azon ez mégsem látszik itt ezen a területen, tehát valóban tapasztalható ez, hogy egyre több a beszédhibás gyerek. Minek a számlájára lehet ezt írni?
Hát a felkonferálásban is hallottuk, hogy tulajdonképpen felgyorsult az egész világ, gyorsabban beszélnek a felnőttek is, nagyon sok háttérzaj zavarja meg ezeknek a gyerekeknek a beszéd értését, és itt ugye kitérnék arra, hogy attól függetlenül, hogy egy gyereknek a beszédprodukciója, tehát a kifejező beszédében nem tapasztalunk elváltozást, attól még előfordulhat, hogy a beszédértésével probléma van, ami később a szövegértésnél fog konkrétan jelentkezni. Elhangzott ugye a felvezető anyagban, hogy a szülő nagyon sokat tehet a beszédhibás gyereknek a fejlődéséért, de én azt gondolom, hogy leginkább akkor azzal érdemes tenni, hogy próbáljuk megelőzni, hogy a beszédhiba egyáltalán kialakuljon. Mi szükséges ahhoz, hogy egy csecsemő, mire az 5 éves kort eléri, addigra tisztán tudjon beszélni? Az, hogy a beszéd kialakulása, ugye ez egy genetikailag az emberben kialakult dolog, de ahhoz különböző környezeti tényezők is hozzájárulnak. Nagyon fontos, hogy lehetnek bármilyen sérülések, szülési sérülések, ezek már rizikótényezőnek számítanak, vagy az, hogy milyen nyelvi, szociális környezet veszi a gyereket körül, mennyire figyelnek rá, mennyi élő beszédet hall, hogy az is nagyon fontos, hogy a szülők két személyes helyzetben hogyan kommunikálnak a gyerekkel, meghallgatják-e, végighallgatják-e a gyermek mondani valóját, vagy csak beszél a gyerek és a szülő nem figyel rá. Nem mondom azt, hogy folyamatosan javítani kell a gyereket, mert azért 5 éves korban alakul ki úgy anatómiailag, tehát fiziológiailag akkor érnek be a beszédszervek olyan állapotba, hogy akkor már tulajdonképpen a magyar nyelv minden hangját pontosan ki tudja ejteni, de attól függetlenül előfordulnak ugye problémák, de itt is azért ezek a problémák is nagyon elkülöníthetők, mert hogyha egy gyereknél csak a beszédprodukcióban, tehát hogy egy hangot, vagy két hangot, vagy több hangcsoportot esetleg helytelenül ejt, viszont az auditív hallása, tehát a hangokat attól függetlenül meg tudja különböztetni, az azért nagy előnyt jelent, ott van a probléma, amikor tulajdonképpen a beszéd hangokat nem tudja elkülöníteni, mert az olvasás-írás tanulásához elengedhetetlen, hogy kialakuljon a fonológiai tudatosság, ami azt jelenti, hogy a beszéd hangokat meg tudja különböztetni egy szóban. Azt gondolom, hogy nagyon fontos tehát, hogy minél hamarabb elkezdjünk mesét olvasni a gyereknek, és türelmesen végighallgassuk a gyerekünket, amikor nekünk mondani szeretne valamit. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm.